Új telephellyel bővült Pécsen az egyik legnagyobb gépészeti, illetve fűtéstechnikai cég. A vállalat egy közel 5000 négyzetméteres területen alakította ki 1000 négyzetméteres raktárcsarnokát és mintegy 400 négyzetméteres áruházát. A beruházás meghaladta a 500 000 forintot. Az ügyvezető igazgató köszöntőjében elmondta, hogy nagy szükség volt már a bővítésre. 15 éve jelen vagyunk Pécsen, bérleményekben voltunk, ahogy a bérleményekből ki kellett, hogy jöjjünk, mert nem tudták azt a feltételt biztosítani, amire szükségünk van, és az a fajta igény, ami a logisztika kihívásai, meg egyáltalán az értékesítési, szolgáltatási környezet, azt egy ilyen új ingatlan tudja biztosítani. Ez pedig már saját tulajdon, tette hozzá Slonszky Attila. A cég fejlesztésében a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is nyújtott segítséget. Motiváltuk őket, illetve igyekeztük szervezni azt a munkát, hogy a cégvezető az önkormányzattal, illetve a hatósági ügyekben minél könnyebben és minél koordináltabban végre tudja hajtani azt a feladatot, amit végre kell hajtani. Mert hogy itt az építés körül azért volt, ugye itt volt kerékpárút tervezéstől kezdve, sok minden érintette ezt a jelenlegi telephelyet, ahol vagyunk, viszont ezeket az önkormányzat, illetve az építésügyi osztálya nagyon ügyesen megoldotta, úgyhogy végül ma sikerült avatni a csarnokot, a raktárt és a kereskedelmi egységet. A beruházás egyébként több szempontból is pozitív hatással van a Baranyai megyeszékhelyre, emelte ki Pécs gazdasági alpolgármestere. Ruzsa Csaba hozzátette, hogy ilyen cégek nélkül nem lehetne megvalósítani a város klímastratégiai terveit, melyek az uniós előírásokhoz illeszkednek. Nem csak egyetemi szakemberekre van szükség, hanem minden olyan gépész cégre, aki a lakásokban, az ipari parkokban, az irodaházakban segíti az átállást arra, hogy megszabaduljunk a gáztól, megszabaduljunk a vásárolt energiamennyiségtől, tehát át tudjunk állni alternatív energiára, és nagyon üdvözöltük, hogy egy ilyen jelentős beruházást hajtottak végre. Fontos az is, hogy egy ilyen mértékben fejlődő cég végzett bővítést, hiszen ez további adóforintokat jelent Pécs kasszájában, tette hozzá Ruzsa Csaba.